Lázár Ervin, szervusz Mufurt! Szervusz Mufurt, mondta Tupakka. Ide nézd, mit hoztam neked! Mufurt mordan oda nézett. Mit? Ezt a vacakot? Ez neked, vacak! Méltatlankodott Tupakka. Még azt is tudja mondani, hogy szervusz Mufurt! Mutasd! Kapott utána Mufurt. Megragadta a babalábát, s kirántotta Tupakka kezéből, mintha valaki azt mondta volna, hogy jaj! De ebben nem lehettünk bizonyosak a koppanás miatt, mert a baba feje nagyot koppant az asztalon, s a koppanástól nem lehetett hallani a jajt. Ha ugyan, mondta valaki, mert az eseményeket tekintetbe véve csakis a babának lett volna oka jajt mondani. De az a legritkább eset, hogy egy műanyag baba beszélni tudjon. Ha tud is valamit mondani, példának okaért azt, hogy szervusz Mufurc, csak is azért tudhatja, mert egy kis magnetofon van beépítve a hasába. Meg is nézem, mondta Mufurc, mikor Tupakka kilépett a szobából, és gyorsan lecsavarta a baba fejét. A nyaka helyén bekukkantott a hasába. Nem látott semmit. Kirántotta hát a kezét is, meg a lábát is. Minden lyukon bekukucskált. Semmi. Még hogy ez beszél? Sziszegte megvetően Mufurc, s az asztal szélére söpörte a szánalmas babaroncsot. Kip-kop, kopogtak a leszakított végtagok. Gur-gur, gördült a fej a falapon. És mikor mind ez ajok elhaltak, a hirtelen beállott csöndben valaki megszólalt. Azt mondta. Murft! Mufurc a babaroncsa kapta tekintetét. De szóltál! Murft! Hallotta Mufurc. Akkor ez mégiscsak tudhatod beszélni, gondolta Mufurc. Összerakom. Maga elé söpörte a baba alkatrészeket, és nekiállt. Húzta, vonta, feszegette, csavarta. Kitekerte, betekerte, pattintotta, kattintotta. Tolta, emelte, húzta, nyúzta. Na most megvan, beszélhetsz, mondta Mufurc. Szusz, frúc, mondta a baba. Mufurcnak elnyílt a szája a csodálkozástól. Mi? De aztán hamar észbe kapott. Aha, hiszen rosszul laktarak össze. Az már igaz, hiszen a baba feje hátrafelé nézett, a bal keze a jobb lába helyén volt, előre mutatott a keze kis ujja, a lába nagy ujja meg hátrafelé. Újra neki látott. Húzta, vonta, feszegette, csavarta. Na most talán jó, beszélhetsz. Cufru szuver, mondta a baba. Akkor még mindig nem jó. Tényleg, az egyik lábfeje még mindig hátrafelé néz. Na gyerünk! Pattintott, kattintott. Most beszélj! Szurver Smufruc, mondta a baba. Még mindig nem az igazi, de most már csak az egyik keze állt rosszul. Neki látott Mufurc. Kitekert, betekert. Na most jó! Most mondd, hogy szervusz Mufurc. A baba fölállt, csípőre tette a kezét. Te két balkezes, eszetlen félnótás! Te baba szomorító, te balga! Te szívtelen, hitetlen dinnye! Te ocsú! Na-na, mondta mérgesen Mufurc, neked csak azt a jogod mondani, hogy szervusz Mufurc. Mondom is, kiáltotta a baba, és ezzel leugrott az asztalról, átfutott a szobán.
Megállt a résnyire nyitott ajtónál. Megfordult. Szervusz, Mufurt! Ennyit mondott, s elszaladt. Még a lába sem érte a földet. Mire Mufurt az ajtóba ért, híre, hamba sem volt a babának. Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Éppen akkor ért oda Tupakka. Na, mondta a baba, hogy szervusz, Mufurt? Kérdezte. Mondta! Morogta durcásan Mufurt, s magára csapta az ajtót. Szomorkodott, elhihetitek, s ráadásul fogalma sem volt róla. Mit jelentett az a szó, hogy ocsú?